Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brayer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Komáromi Zoltán az együtt egészségügyi politikusa. Mindig összekeverem együtt, emelsz, az ellenzéknek a, az egyik kiemelkedő alakja. Ma aggódom, na nem mindig szoktam. Mégpedig azért aggódom, mert egyre öregebb leszek. Ezt és, sokáig kell csinálni. És nem tudom, hogy éppen milyen betegségek köszöntenek rám. A legjobban a ráktól félek, úgyhogy mindenféle szűrésekre járok, mint egy igazi hipohonder. És azt googliztam ki magamnak, hogy nem biztos, hogy meg fognak menteni, meg nem biztos, hogy megfelelő terápiát fog kapni. Rosszul olvastam, vagy miről van itt szó? Az a baj, jól olvasta. És az a baj, hogy ilyet olvashatunk Magyarországon 2017-ben, amikor a, ö, tulajdonképpen a munkaképes korba meghalt emberek közül most már többen halnak meg daganatban, mint szívérendszeri betegségben. És itt látszik egyébként a megoldás is, hogy szívérendszeri betegségekre egy korszerű hálózatot hoztunk létre egy szűrőhálózattal. A daganatos betegségeknél pedig állandóan spórolni próbál a kormány. De ma már ebben nem illik belehalni a nyugati. Nem szabadna. De úgy néz ki, hogy ezt azok a szakemberek, akik a magyar egészségügyet irányítják, még nem jöttek rá. Ők nem orvosok? Orvosok viszont politikai támogatottság nélkül hiába lennének jó gondolataik, és hiába tudnának jó megoldásokat, politikai támogatás nélkül gyakorlatilag semmit nem tehetnek. Állandóan csak a megszorításoknak kell eleget tenni, és aki ezt a posztot fölvállalja ilyen feltételek között, az csak veszíthet. Akkor most konkrétan nézzük meg, hogy miről van szó. Mitől függ, hogy nekem engedélyeznek egy gyógyszert, vagy nem, hogy mi, milyen betűvel kezdődik a nevem hogy milyen vallású vagyok, milyen pártak könyvem van. Nem, Mondjuk én a Magyarországon című olcsóbb. könyvét követem, hogy semmilyen. De mi az, hogy melyik olcsóbb? Nem biztos, hogy az jó nekem. Ez így van, viszont akik ezt a döntést hozták, az ez nem érdekli. Van Magyarországon a gyógyszerfinanszírozásban évek óta egy vaklicit nevű Igen. intézmény, ami azt jelenti, hogy az összes gyártót megkeresi a biztos, egészségbiztosító, és kiír egy tendert, mindenki zárt borítékba beadja az árajánlatát, fölbontják, és a legolcsóbbat elfogadják. Most nem baj, hogyha azonos kategóriába tartozó gyógyszerek kerülnek egy-egy ilyen tender kiírásba, viszont most elég nagyra nyitották a, hogy mondjam, az ajtót, tehát gyakorlatilag olyan, gyógyszerek versenyeznek idézőjelbe téve egymással, amelyek nem ugyanarra a betegségre, ugye nem ugyanannak a betegségnek a nemzetközi De az almát a körtével hogy lehet összekeverni? Ezt kéne megkérdezni egyébként az egészségügyet fe, És akkor, hogyha most én rákos leszek, akkor meg fogok halni? Remélem nem, és spórolni az onkológiánál nem a terápiában kell, hanem a szűrésben és a megelőzésben. Tehát ha nem kellene országszerte négy-öt hetet várni egy-egy diagnosztikai vizsgálatra, akkor sokkal korábbi stádiumba kerülnének felismerésre daganatok, sokkal hamarabb lehetne megoperálni és kezelni daganatokat, és emiatt lehetne egyébként rengeteget spórolni. De ezt még úgy néz ki, Én hogy nem akarok hisztériát kelteni, de hiszterium. azokat, amiket most elmondott, az már okot ad egy csomó hipohondernek, illetve élő két lábon járó embernek, hogy elkezdjen agódni és pszichoszomatikusan akár a rákot is meg lehet. Így lapni. van, viszont nem tud mit tenni, mert olyan az ellátó rendszerünk, amilyen tehát olyan helyen nyúlnak bele megint a spórolás ürügyén a rendszerbe, ami abszolút rossz. Tehát szakmailag is rossz, etikailag is rossz, morálisan is rossz, és mit Mit tesznek az orvosok önök, mindenféle szervezeteknek a tagjai? Maguk hagyják, hogy csak úgy engedjenek, minket meghalni, hisz maguk egy esküt le, Így van. meg azok is, akik döntenek, ugyanazt az esküt le. Nem Akkor biztos, Akkor lehet, hogy... nem biztos, hogy ők orvosok, tehát itt közgazdászok és, és, hivatalnokok döntenek. Az, hogy rábólintanak orvosi diplomával rendelkező politikusok, az viszont szomorú. Az orvosok pedig csöndben vannak, ezt láthatjuk az elmúlt években, hogy a, mondjam, a, a legfurcsább döntéseket is a szakma aki téve elfogadta, és egy kicsit morgott, és csinálta tovább. Tehát így, így nagyon nehéz az orvosokra várni, hogy megoldják ezt a dolgokat. Olyan politikusok kell lennének egyébként. Tehát kérde... akkor többet nem kell, hogy bízza önbe, hogyha mondjuk maga a házi orvosom, mert nem fog meggyógyítani. De én meggyógyítom, mondom, hogyha körülmények olyanok, tehát hogyha egy városban nincs baleseti sebészet, akkor két lehetőség van, hogyha valakinek eltörik a lába, vagy az általános sebészeten van egy olyan szakember is, van egy olyan aki gárba, aki el tudja látni, vagy pedig át kell vinni a szomszédvárosba, és ott fogják ellátni. Tehát a, a környezet mindig befolyásolja azt, hogy milyen eszközöket tud az ember használni. Amikor döntenek az eszközökről, akkor kellene észnél lenni, és akkor kellene tisztességesen dönteni. Beszéltünk mi már gyerekorvosokról, fogászokról, személyszkénélről, Ön előtt itt volt dr. Gurmai Zita, aki nem orvos, hanem közgazdász, és ez a hölgy egy nő pol, női politikus, és természetesen a nőkkel foglalkozik. Nagykörösen nincs nőgyógyász. Hát, könyörgöm, hogyha azért sírunk, hogy demográfiailag nem állunk jól, akkor ez az élet alapja, hogy legalább egy nőgyógyász legyen. Így van, és itt jön megint egy, egy rossz szakmapolitikának a következménye, ugyanis összekevernek dolgokat. A járóbetegellátást egyszerűen összekeverik a kórházi ellátással, és mivel hogy olyan körülményeket hoznak létre, hogy igazából működőképesen csak kórházba engedik meg bizonyos szakmák működését, és elfeledkeznek arról, hogy járóbetegként jóval több beteget el tudnak látni, ugyanolyan, vagy egy, esetleg még magasabb színvonalon is. Egy kórházi osztályon, hogyha mondjuk nincs egy évbe 600-800 szülés, akkor az az osztály alkalmatlan arra, hogy szülészetnek nevezzék. Ha egy sebészeten nincs egy évbe ezer vastagbélműtét, akkor azt a sebészetet nem szabad, ott nem szabad engedni, hogy azon a sebészeten vastagbélműtéteket végezenek, akár bélgyulladás miatti vérzés, akár daganat miatt. Járóbetegellátásban ellátásban viszont ezeknek a ö, nem osztályoknak, hanem ambulanciáknak, szakrendeléseknek működnie kellene minden városban, csak hogy oda nem fognak szakember találni, mert nem fizetik meg egyrészt, másrészt nem tudják biztosítani, hogy az a szakember ott maradjon mondjuk nagy körösön, és szakmailag értelmes munkát végezhessen, és ezért az a szakember, az utolsó szakember, gondolom elment ceglédre, vagy elment kecskemétre. Vagy és lehet, hogy ugyanott egy magárendelő? magárendelőbe? A nem lehet megoldani a problémáknak a nagy és 80 részét. 80 ezer keres óránkérdés, nem 8 ezer? Nem lehet megoldani, tehát gondoljunk bele, hogy bárki mondjuk szívinfartus kap, és a koszorú erejébe be kellene tennie egy stentet, vagy bárkinél kiderül egy idegsebészeti probléma, bárkinél kiderül egy daganatos probléma, abban a pillanatban bezárul a magánellátás, és rögtön visszakerül az illető a állami egészségügybe, mert csak ott van majd feltételek ahhoz, hogy megmentsék az életét, vagy meggyógyítsák. A kormány elképzelhető, hogy Délpesten nagy új kórházat létesít. Dél-Budán. Dél-Budán, mit tud erről mondani? Kijelölték a területet azért, mert a Szent Imre kórházat nem tartják alkalmasnak arra. Miért nem hogy alkalmas? Én szerintem alkalmas. E, ilyen döntés hozta. Gondolom több pénzt tudnak beletenni betonba, e, vincegarázsba, csövekbe és egyébbe, ami majd kormány közeli ö, vállalkozók remény szerint. a rossz indulat igen, látja. Igen, sajnos, mert sokkal Lehet, később hogy egy rossz épül indulat, fel. Tablettát kéne, hogy beadjunk Lehet, csak az a baj, hogy sokat tapasztaltam ebbe az utóbbi 30-35 évben Magyarországon, hogy az ember már szkeptikus legyen, és mindig a rosszra gondoljon, de hogyha meg lehetne a Szent Imre kórházat mondjuk két év alatt vagy két és év, fél év alatt felfejleszteni arra a szintre. Alkalmas lenne arra? Igen. Meg is vannak a tervek egyébként, mert az volt az eredeti elképzelés, hogy a hátsó fronton fölépítik ezt a... Vagy mégis miért változott ez meg? Valószínűleg a mostani kormányzatnak az az érdeke, hogy megváltoztassa. Emiatt három évvel később vagy négy évvel később fog felépülni. Mi lesz egyébként addig? a Szent, addig semmi, addig majd beszélünk róla és beszélünk egyébként Soros Györgyről és még sok ilyen dolgokról, hogy nehogy avval kezdjen foglalkozni, hogy valami értelmes dolgot csináljunk, mondjuk egy kormány, és megmentse mondjuk Magyarországon évente 30 ezer ember életét. A megoldás? A megoldás a kormányváltás, és egy nagy politikai támogatással rendelkező önálló egészségminisztérium, a normális emberek. Most azt mondja, hogy kormányváltás rendben van, földobta a labdát, leütöm, Váltottuk kormányt, maga az egészségügyi miniszter. Holnaptól van nagy körösön gyógyász. Holnaptól a Szent Imre kórház átépül. Nem. Viszont vannak olyan programok, amiket két-három hét alatt meg lehet valósítani. Például. Például a házi rendszernek a működőképességének a visszaállítása, az ügyeleti rendszernek a rendberakása, a mentőszolgálatnak a rendberakása. Ezek olyan dolgok az otthoni szakápolási rendszernek a rendberakása. Tehát évek, évtizedek óta görgetett problémák vannak. Azt annak, akarja mondani nekem, hogy Magic Handje van, és tényleg ezt három-négy hét alatt rendbe tudja hozni. Nem nekem, hanem van mögöttem mondjuk 40-50 olyan szakember, akikkel évek, évtizedek óta együtt gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne ezt jól csinálni, és most lehet, hogy szeretnék megmutatni. költségvetésben pénz is található? Igen. Beszéltünk közgazdászokkal, akik azt mondták, hogy az első évben 55-60 milliárd forint mindenképpen leszakítható a költségvetésből, és négy év alatt. Bucsuzol pedig azt... mondja el nekem, hogy az ellenzék pártjai közül kik azok, akik ezt a tervet támogatják. Egy asztalnál ült a összes ellenzéki párt, amikor Kincses Gyula a, kincse, a közös minimum programot előterjesztette, és valamennyien egyetértettünk abban, és remélem ezen a héten valamennyi pártelnök alá is fogja írni a dokumentumot, hogy miképpen kéne Magyarországon az egészségügyet gatyába rázni. A Fidesz és a KDMP képviselői is ott voltak? Nem, köszönték szépen, nem kértek belőle. Egyébként szerintem ez egy nagy butaság volt, ugyanis, hogyha ők ezzel nem értenek egyet, akkor legalább be kéne mutatniuk, hogy mihez értenek, de ezt meg nem látjuk. Kedves nézőim, az elmúlt percekben megpróbáltuk megoldani az egészségügyi problémákat. Úgy tűnik, hogy én tovább aggódom, és mindent megteszek, hogy ne legyek beteg, hisz ha jól értem dr. Komáromi Zoltántól, nem biztos, hogy megkapom majd a megfelelő gyógyszereket, így aztán ké, ha minden így marad, így aztán kénytelen leszek egészséges maradni, segítsenek nekem, figyeljenek sokat, és akkor érdemes felkelni. Így tesz továbbra is Komáromi Zoltán, hamarosan visszatér hozzánk, köszönjük, hogy rendelkezésre állt. <coughs> Most viszont következik a mi független híradónk, és utána majd beszélgetünk Kis Benedek Józseffel, az amerikai Varjulászlóval, Lászlóval, Darvas Istvánnal és Péter Falbi Attilával. Mindezekkel azért, hogy önök jobban érezzék magukat, akkor a híradót tartsanak velünk.